Köszöntöm nézőinket, ez már az aktuális. 5. éve támogatja a Budapest Bank a Békés Csabai önkormányzattal karöltve a Békés Csaba fejlődését célzó civil non-profit kezdeményezéseket. Idén 6 millió forint jutott erre, és 19 civil szervezet kapott ebből a pénzből különbözőféle támogatásokra. És elsőként akkor az ünnepélyes átadóról nézzünk meg egy bejátszást. A Budapest Bank 2013 őszén indította a Budapest Bank Békés Csabáért programot azzal a céllal, hogy a Békés Csaba és közvetlen környezetének fejlődéséért tevékenykedő non-profit szervezeteket pályázati keretek között támogassa. A most lezárult ciklus 6 millió forintos pályázati forrását a Budapest Bank és Békés Csaba önkormányzatok közösen biztosította. Az egyik kategóriában a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató kezdeményezésekkel lehetett pályázni. 10 pályázó közül 4 nyert el összesen 1 millió 998 ezer forint támogatást. A kiírás másik fő témaköre a kultúra és a szellemi élet volt. A Békés Csabai Bankműveleti Központ vezetője elmondta, nagy öröm számukra, hogy hozzájárulhatnak a város sokszínű kulturális életéhez. A helyi közösségek támogatása a Budapest Bank stratégiájában is benne van. Esetleg ez a kisebb összeg nagyobbat lendít, és nehezebben jutnak anyagi forráshoz. Ehhez mi sokkal nagyobb mértékben tudunk hozzájárulni egy ilyen programon keresztül, amivel nem csak az anyagi hozzájárulást tudjuk támogatni, hanem esetleg rá tudunk vezetni civil szervezeteket arra, hogy mai modern világban hogyan lehet pénzhez jutni, támogatást, pályázatot írni, és sikeresen megvalósítani a pályázatokat. Lasecki Frigyes hozzátette, a fiatalok elhelyezkedését segítő készségfejlesztést nagyon fontosnak tartja, mert a tehetséges fiatalokat maradásra kell biztatni, és a városvezetéssel közösen számukra vonzó jövőképet kell kínálni itt, Békés Csabán. Fiatalok készségfejlesztése kategóriában nyert 500 ezer forintot az Életfa Kulturális Alapítvány. Az elnyert forrás segítségével újra megrendezik Békés Csabán a Hekaton ötletversenyt. Egy üzleti modell tervező olyan verseny lesz, ahol a startup életben tapasztalt és elismert mentorok fogják segíteni az itteni fiatalokat, fiatalokból álló csapatokat, abba, hogyha van egy ötletük, akkor azt olyan módon tudják végig gondolni és kidolgozni, hogy az akár a megvalósítás útjára is léphessen. Az alapítvány elnöke szerint a program segítségével vállalkozói kompetenciákat tudnak fejleszteni, és bíznak abban, hogy ezáltal kevesebb fiatal megy majd el Békés Csabáról. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere kiemelte, a civil szervezetek általában rendkívül hasznos tevékenységet végeznek, és a forrásaik legtöbbször nem elegendőek a céljaik eléréséhez. A város és a Budapest Bank immáron 5. éve hirdet meg közösen pályázati lehetőséget a civil szervezetek számára. Ez azt a célt szolgálja, hogy a jó ötletekkel rendelkező csabai civil szervezeteket támogatni tudjuk, de természetesen a támogatásért cserébe egy-egy nagyon fontos projekt megvalósítását kérjük tőlük. Úgyhogy ez az együttműködés a város és a Budapest Bank között gazdagítja a várost és gazdagítja a civil szervezeteket is. A következő pályázat felhívását a Budapest Bank honlapján teszik majd közzé. Vendégünk a stúdióban Lasecki Frigyes, operáció és minőség vezető a Budapest Banktól. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És ugye ez a kezdeményezés most kibővült a Békés Csabai Szakképzési Centrummal, és született úgymond egy egyesség, egy megállapodás. Természetesen ezt is érinteni fogjuk. De egy kicsit akkor nézzük meg, hogy mi is történt ebben az 5 évben. Most ugye 6 millió forint jutott ilyen jellegű kezdeményezésekre. Mit is takar ez pontosan? Milyen civil szervezetek kaphatják ezt meg? Hát nagyon büszkék vagyunk erre a Budapest Bank Békés Csabáért programra, és abban, hogy hát tulajdonképpen nagykorúvá vált, most már 5. éve adjuk ezeket az összegeket, 8 körön vagyunk túl, 123 pályázatot díjaztunk tulajdonképpen, és most már eredményei vannak, tehát nagyon sok olyan program van, amiket láttunk megvalósulni. A leggyakrabban kultúra és szellemi élet kategóriában adtunk kisebb összegeket, ugye 500 ezer forintig tudunk támogatni civil szervezeteket, konkrét programokat.
most is a kultúra és szellemi élet, ami nekünk is szívünk csücske, és úgy néz ki, hogy Békés Csabán a civil szervezeteknek is az egyik legfontosabb téma. A másik pályázati kategória ebben a pályázati körben, az pedig a fiatalok képességfejlesztése volt. Itt egészen konkrétan arra vártunk ötleteket, programokat, pályázatokat a civil szervezetektől, hogy hogyan tudnánk már fiatal korban felkészíteni a gyerekeket, diákokat arra, hogy majd a munkavállalásban sikeresek legyenek, és lehetőség szerint itt Békés Csabán vagy a környékén próbáljanak elhelyezkedni és találjanak munkát maguknak. Első körben egyébként, hogyha azt nézzük meg, akkor milyen programok találtattak mondjuk úgy támogatásra méltónak? Hát ugye azok, amik a fiatalok képességfejlesztése kategóriában érkeztek, azok között nagyon ötletesek is voltak. Az egyik például tulajdonképpen az önéletrajz írásnak a rejtelmeit próbálja elsajátítatni a diákokkal. Volt egy olyan ötlet, amelyik a startup világhoz próbálja közelhozni, akár ilyen kicsit ilyen vállalkozói szellemet elültetni a diákokba. Tehát ezek azok, amik nagyon szimpatikusak, olyan szempontból is, hogy a későbbiek során ez tényleg segíteni fogja a diákokat, gyerekeket abban, hogy sikeresek legyenek munkavállalóként vagy vállalkozóként is. Mennyire állították össze egyébként a szervezetek, tehát mondjuk úgy, hogy abszolút komplex módon, hogy ebben minden megtalálható legyen elejétől a végéig, és önök ténylegesen azt lássák, hogy hát ebből biztos, hogy lesz valami. Nagyon színvonalas pályázatokat láttunk, tehát összességében 32 pályázat érkezett, és ebből a zsűri kemény munkával 19-et tudott kiválasztani. Nagyon szoros volt a verseny, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a 5 éves munka, ami arra is alkalmas volt, hogy a civil szervezetek egyre jobb és jobb minőségű pályázatokat egyre valósághoz közelibb, egyre jobban megvalósítható és egyre szélesebb rétegeket elérő programokat hozzanak össze. Ez most már így az 5. évben formálódik és látszik, mert egyre jobb minőségűek a pályázatok. Most is azt láttuk, hogy nagyon jó ötletek voltak, és bizony nehéz volt kiválasztani a nyerteseket. És akkor nézzük meg az új részét. Ugye most elsőként mondhatjuk úgy, a Békés Csabai Szakképzési Centrummal is megszületett ez a megállapodás. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Mennyire tudják majd egymás életét segíteni? Vagy esetlegesen ugye a fő cél a fiatalokat itt tartani? Ez tulajdonképpen a munkáltatói márkaépítésünknek, munkáltatóként ez egyik legfontosabb stratégiai kezdeményezésünknek a része. Azt hozzá kell tennem, bár talán új újdonságot nem mondok ezzel, hogy azért a munkaerőpiac az nagyon nagy mértékben megváltozott az elmúlt 4-5 évben, tehát amikor a bankolati központ megnyitotta a kapuit, akkor elég volt egy álláshirdetést feladnunk, és egy interjú alapján megfelelő létszámú dolgozót tudtunk fölvenni, és ez hosszú éveken keresztül olyan szempontból könnyű volt megfelelő munkavállalói létszámot találni. Nem kellett külön erőfeszítéseket tennünk. Ugye amióta a gazdaság jól megy, az emberek könnyen elhelyezkednek, most már nem csak országos szinten, hanem Békés Csabán is, megfordult a helyzet, és most már az a helyzet, hogy a munkáltatók táncolnak úgy, ahogy a munkavállalók fütyülnek, korábban ez fordítva volt. Ezért aztán nekünk nagyon-nagyon sokféle plusz erőforrást kell beletennünk abban, hogy a megfelelő dolgozókat megtaláljuk. Mi azért olyan 150-200 kollégát veszünk föl éves szinten itt Békés Csabán, ugye a Csaba Center tetején üzemelő bankmeneti központba. És a stratégiának nyilván a munkabéreknek a folyamatos emelése is része. Ez elsősorban segíti azt, hogy a meglévő kollégák a Budapest Banknál maradjanak. Ugye több körben emeltük tavalyi évben is, és jövőre is fogjuk még emelni a béreket. De emellett a különböző képzési centrumokkal korábban egy egyetemi megállapodás keretében elindítottuk a duális képzést, most pedig a szakképző centrummal, ugye a középfokú oktatásban próbálunk minél több diákot megszólítani.
Mi azt gondoljuk, hogy ennek kettős célja van. Az egyik az az, hogy magát az oktatást egy nagyon jó gyakorlati képzéssel, amit a Budapest Bank tud hozzá tenni a középfokú szakképzéshez, vonzóvá tegyük magát az oktatást, ezzel Békés Csabára hívjunk, vonzunk esetleg környező településekből, városokból diákokat, és ha már ők itt vannak, megismerték a Budapest Bankot a gyakorlati oktatás keretében, akkor már elhelyezkedésként is az első gondolatuk az legyen, hogy ők szívesen maradjanak a Budapest Banknál, és hosszú távon gondolkozzanak abba, hogy karriert építsenek a bankműveleti központba. Tehát ez a kettős cél leveg előttünk, amikor ezt az együttműködési megállapodást aláírtuk. Na most egyébként végig futtatva az egészet, tehát belegondoltam abba, hogy önöknek most azért természetesen nehezebb a dolguk, mert nem olyan könnyű ugye munkaerőt találni, viszont ezt még akár nagyon jóra is ki lehet hozni, mert talán el tudják mondani, meg tudják mutatni azt, hogy önök mit szeretnének, és utána azokat a diákokat, fiatalokat tovább tudják foglalkoztatni. Mennyire jó az együttműködés, vagy mennyire lehet ezt mondjuk úgy könnyedén bevinni a BSC-hez? Mennyire tudják gyorsan átvenni? Rugalmasak? Most mit tudunk egyelőre, mi a helyzet? Én azt látom, hogy nagyon erős a szándék a BSC részéről is, a vezetőséggel most már hát több mint egy hónapra aktívan tárgyalunk. Látok bennük is egy óriási dinamizmust, egy tenni akarást annak érdekében, hogy a gazdaság valós igényeit kiszolgáló képzést tudjanak Békés Csabán létrehozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel ez a nyitottság megvan, ez a tenni akarás, ez az aktív, proaktív hozzáállás az ő részükről, én azt gondolom, hogy ugyan sok munka lesz benne, de én nagyon bízom, hogy ez, ahogy ma is mondtuk az aláíráson, hogy ez sikerre van ítélve, ez az együttműködés. Úgyhogy nagyon nyitottság, én nagyon bizakodó vagyok benne, hogy rövid időn belül tényleg egy jó képzést össze tudunk hozni. Itt egyébként akár külön tananyagot is létre kell majd hozni, tehát itt ez nagyon sok szereplős ismételten. Itt be kell vonni ugye profi szakembereket, akik oktatják, akik tudják, akik értik a bankműveleti központ feladatait, ami nem egy és nem két feladatkör. Ezt mennyi idő alatt lehet, megint azt mondom, hogy összefésülni, és ténylegesen olyan tananyagot készíteni, olyan gyakorlati helyet, olyan gyakorlati képzést, ami abszolút megállja a helyét, és önök és a diákok tényleg azt kapják, amire mondjuk úgy szerződtek. Hát ebben sok munka lesz. Hál' Istennek a bankműveleti központban számos olyan kollega dolgozik, akinek megvan a szakértelme, profizmusa ahhoz, hogy a szakmai résszel ki tudja egészíteni azt az egyébként elméleti szinten már nagyon jól működő képzési rendszert, ami a BSC berkein belül már létezik. Azt látjuk, halljuk, hogy egy nagyon felkészült, szakmailag jó oktatói gárda már elérhető a BSC-nél. Mi ezt szeretnénk kiegészíteni egy szuper gyakorlattal, amin keresztül meg tudjuk ismerkedni magát a bankot, azokat a pozíciókat, azokat a munkalehetőségeket, és azokat a feladatokat, felelősségi köröket, amik nálunk szükségesek a munkavégzéshez, ami nyilván emelni fogja az oktatásnak a színvonalát, hogyha a piaci helyzethez igazodó gyakorlati képzéssel tudjuk kiegészíteni az egyébként jól működő képzést. Az biztos egyébként, hogy a gazdaság fejlődését itt helyben, vagy a környező településeken, itt a térségben is előre viszi a bankműveleti központ. Azt lehetett tudni egyébként, hogy jövőben, ugye folyamatosan fejlődik, hogy a jövőben mekkora lépések lesznek, tehát hány fiatalt tudnak, akarnak foglalkoztatni, hogyha nem a távoli jövőről beszélünk, hanem akár egy pár hónapról, egy fél évről, vagy ilyesmi. Az a helyzet, hogy mi olyan 10-20 embert tulajdonképpen bármikor föl tudunk venni, tehát mindig van annyi szabad és üres álláshely, amire konkrétan keresünk munkavállalókat. Éves szinten ez egy olyan 150-200 kollega, akit mi ebben az évben is fölveszünk, és nagyon valószínűleg tartom, hogy jövőre is körülbelül ezt a létszámot föl fogjuk tudni venni. Úgyhogy igazándiból a következő lépés az az, hogy amennyiben a képzési formák
között megtaláljuk azt, ami tulajdonképpen becsatornázza valamilyen szinten a bankületi központba a diákokat, akkor én azt gondolom, hogy komplett 10-20 fős osztályokat is akár föl tudunk majd venni egy éven belül biztosan, de lehet, hogy negyed évente is akár. Egyébként így a beszélgetésünk végére még fejlődési, fejlesztési lehetőség, akár még nagyobb térbe helyezni a műveleti központot. Vannak-e ilyen célok? Tehát tényleg látják-e önök maguk előtt, hogy addig fejlődik a bankszakma, vagy ez a része, hogy tényleges fejlesztéseket kell eszközölni még ugye emellett is? Tehát nem csak a munkaerőre gondolok, a humán erőforrása. A bankszektor az folyamatosan fejlődik, technikai szinten is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közelít egy IT-s, egy informatikai céghez, tehát a rendszereinket egyre erőteljesebben kell fejlesztenünk, mert az ügyfélek igényei azok a bankoknál is megkövetelik azokat az előrelépéseket, amiket a világ más oldalán már látunk. Úgyhogy a digitalizáció fogja hozni a bankszektorban is az egyik legnagyobb előrelépést és fejlődést. Nyilván ez kihatással van a bankműveleti központ munkatársaira is, hiszen újabb és újabb rendszereket kell majd megtanulni használni, a rendszerek folyamatosan változnak, remélhetőleg fejlődnek. Az úgynevezett ilyen manuális, nagyon egyszerű munkákat nyilván a gépek egy idő után át fogják tudni venni, és az emberi ész döntési szituációknak a kihasználása sokkal hangsúlyosabb lesz majd a bankműveleti központ munkatársai számára is. Hát én gyümölcsöző együttműködést és jó munkát kívánok a jövőben. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget. A Budapest Bank Békés Csabáért program több részéről beszélgettünk most itt az Aktuálisban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!